Jakab István sajtótájékoztató elején reagált a költségvetésükkel kapcsolatos tárgyalásokon elhangzottakra. László Ágnes kérdésére, miért nem vett részt a számukra is fontos testületi ülésen, elmondta, közeli rokon a temetése miatt nem tudott ott lenni. Arra, szintén László Ágneshez köthető kérdése is válaszolt, a költségvetési tárgyalásokon miért szállta le ő maga az egyeztetést. Több más mellett azért mondta, mert már az is elhangzott ott, a Mikulás ünnepségen miért nem csak a roma gyerekek kaptak ajándékot. Én nem voltam tovább hajlandó tárgyalni, ha ilyen buta javaslatok hangzanak el. Nekem is nagyon rosszul esne, ha lenne egy városi rendezvény, és a magyar gyerekek kapnának Mikulás csomagot, a romák pedig nem. Tehát, ha valaki ilyen szélsőséges nézeteket akar belém pumpálni, hogy kompromisszumot kössünk, nem vagyok hajlandó. Igen. Felállok az asztaltól, és nem vagyok hajlandó tárgyalni később ilyen emberekkel. A karácsonykor kiosztott vásárlásra használható kártyákkal kapcsolatos felvetése, mely szerint más településeken is látható volt, hogy használja azokat, valaki elmondta. Vannak, akik családi kötődések miatt, annak ellenére, hogy ceglédre vannak bejelentve, átmenetileg más településen tartózkodnak. Ők ezt nem ellenőrizhetik, csupán azt, mi van a lakcímkártyán. Arról is beszélt László Ágnes megjegyzéseit, nem tartja korreknek. Nem említette meg László Ágnes képviselő azt, mondja, hogy szor a saját pénzünkön elvárta tőlünk, hogy segítsünk, hogy egy esetet megemlítsek. Egy roma családnak a udvaráról a fa belógott egy többségi társadalomban lévő embernek a házára, és ők úgy állapították meg, hogy az veszélyes. Erről semmilyen papír nem volt. Naponta kétszer-háromszor hívott, hogy oldjuk meg, oldjuk meg, oldjuk meg. A saját pénzemen favágót hívtam ki, és hogy esetleg későbbiek folyamán valamilyen baleset ne legyen, kivágattattam a fát. Beszélt az idei tervekről is. Az ügyeri iskolával közösen az ügyeri lakosok számára indítanak egy programot a ne halad, hanem hálót adj jegyében. Az általuk megtermelt zöldségeket ők maguk vihetik majd haza. Az egész várost felőlelő teszed akciót fognak tartani, amelynek keretében nem csak a munkát végzik majd el, hanem ők állják majd a költségeket is. De reagált az ipari parkkal kapcsolatos ügyre is. Most, hogy egy 600 millió forintos ö, olyan hiány ö, merült fel, Cegléd város költségvetésébe, ami abszolút a polgármester úrnak a hatáskörében van, ez számomra felháborító, abszolút felháborító, mert itt szenvedünk, a tavaly 15 millió költségvetést kaptunk, és most bocsánatot kérek, Ceglédnek a szemetes zsákja vagyunk, tehát a legkörülményesebb dolgokat, problémákat tavaly 15 millió forinté oldottuk meg, úgy fogalmazott, ha a nyomozás során az derül ki, hogy a polgármester felelőssége ebben az ügyben megállapítható, a roma önkormányzat nevében ő lesz az első, aki felszólítja lemondásra Dr. Csáki Andrást.